Heteken belül elkészülhet a Seregélyesi és Sárkeresztúri utak közötti déli összekötő út kivitelezése, az önkormányzati kommunikációs központ tájékoztatása szerint. A Juharfa utca és a Köles utca közötti nyomvonalon a fejlesztés keretében 1050 méter utat újítanak meg, 4085 méter új út épül, valamint 5226 méternyi csapadékvízzel vezető létesítményt és 4418 méternyi kerékpárutat hoznak létre. Az összekötő út mentén modern, ledes közvilágítás és 4 körforgalom épült, valamint a zöldítés jegyében 12 000 cserje és 270 fa elültetésére is sor kerül. A területen 2020. szeptembere óta zajlanak a munkálatok. A projekt célja, hogy hatékonyabb átjárás biztosítson Székesfehérvár ipari területei és város részei között. Hosszú évtizedek óta fennálló probléma, hogy az érintett területekre csak nagykerülővel a Horváth István utca, Széchenyi út, Mártírok útja érintésével lehetett közlekedni. A készülő déli összekötő út ezen utak forgalmát is jelentősen csökkenti. Fontos, hogy az úton továbbra is dolgozik a kivitelező, a forgalom számára tilos az áthaladás. A tervek szerint a műszaki átadás átvétel a jövő év elején kezdődik, az autósok pedig várhatóan kora tavasszal vehetik használatba a szakaszt.